A budapesti piarista gimnázium tanulói kiránduláson vettek részt Erdélyben. Többek között ellátogattak a csíkszeredai szociális szolgáltatási központba, ahol speciális igényű és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok élnek. Budapesti piarista gimnáziumtól kerestek meg, hogy szeretnének kapcsolatba lépni egy otthonunkkal, a Hargita megyei gyermekvédelmi igazgatóság keretében működő otthonok közül, és erre gondoltunk, hogy itt jó lenne, hogy több gyerek van, több családi házunk együtt, és akkor egy kis közös programot szerveztünk. Lesz egy kisebb focibajnokság, malmozás, kürtös kalács sütők kedvességéből, ugye kürtös kalács is, és reméljük, hogy egy közös szép élményt tudunk nyújtani a magyarországi gyerekeknek is, és a mi neveltjeinknek is. Elekes Zoltán elmondta, a központban élő gyermekek örvendenek minden vendégnek, így örömmel és izgalommal várták a budapesti diákokat. Itt 50 gyermek él, 5 családi ház és egy védett lakóotthon van a központ területén. Többnyire a Szent Anna speciális iskola diákjai, de vannak olyanok is, akik már dolgoznak. Ők általában minden újdonságnak, és minden gyermek így van, a vendégeknek mindenki örül, a gyerekek főleg, ugye. Minden újdonságot szeretnek, mindig jól esik, ha valaki érdeklődéssel fordul feléjük, valami új impulzus kapnak a külső társadalomtól, úgyhogy mindenképp jó ez. Sánta Elemér, a Paráska Kürtős Kalács tulajdonosa, ismert malomjáték versenyző és a Penge 204 Malomjáték Egyesület elnöke, így két programmal is készült. Nem csak a kürtős kalács készítést tanították meg a jelenlevő diákoknak, hanem egy malomjáték versenyt is lebonyolítottak. A gyerekvédelem hívott meg, mivel hogy jöttek Magyarországról a piarista gimnáziumból a vendégek, és hogy először úgy indult el a dolog, hogy is kürtös kalácsot akartak tőlünk kérni, és mondtam, hogy frisset csak úgy tudunk, hogyha aznap sütünk, és akkor így egyúttal összehoztuk, hogy majd később fognak a gyerekek is kürtös kalácsot csinálni. Elmutassuk, hogy kell csinálni, és utána ők elkészítik a kürtös kalácsot, vagy aki akarja, éppen beáll kürtös kalácsot sütni. És mivel hogy elég sokan jöttek, van ugye foci bajnokság, akkor így egy malomversenyt is így most nagyon gyorsan összehoztunk. Bíró Sándor sakkmester a malomjátékot segített levezetni. Malom és focizás lesz. Én a malomverseny bírója vagyok, tehát én fogom levezetni. 26-on iratkoztak, 13-an a budapesti piarista gimnáziumból, és 13-an innen a gyermekvédelemtől. És úgy gondoltuk, hogy 5 fordulós svájci rendszerbe lesz lebonyolítva, és ez kiadja az 5 forduló körülbelül két óráig fog tartani, kiadja a győzteseket, az érmeseket. Csak egy kis technikai gonddal kell megküzdjünk, azért, mert akik malmoznak, azok szeretnek focizni is, tehát össze kell hangoljuk úgy, hogy a kecske is és a káposzta is. Tehát mind a két sporteseményre tudjanak részt venni a gyerekek. A közös program keretén belül foci meccsen is összemérték az erejüket a diákok. Mór István, a budapesti diákok osztályfőnöke elmondta, egy pályázat keretén belül tudott megvalósulni ez a kirándulás. A budapesti piarista gimnáziumból jöttünk. Alapvetően maga a kirándulás az a fiúknak az ötlete volt. Egy pályázat keretében vagyunk itt a határtalanul pályázat keretében, és a fiúk segítettek előkészíteni ezt a programot. Sok mindent ők maguk is találtak ki. Főleg az egyikük erdélyi származású, és akkor az ő édesapja egyébként sokat segített a szervezésben, tervezésben. Az osztályfőnök kifejtette, igyekeztek a gyerekeknek megmutatni Erdély több nevezetességét, és változatos programokat szerveztek. Sok helyen voltunk már, Kolozsváron voltunk például, megnéztük a Szent Mihály székesegyházat, illetve ott a Ferences templomban vettünk részt Szentmisén. Megnéztük a régi refektóriumot, aztán
jártunk még itt Csíkszeredában, imádkoztunk egyet a csíksomlyói kegytemplomnál is, és ha már arra jártunk, akkor a barátok feredőjében is a bátrabbak megmártóztak egy kicsit. Fönt most a szállásunk az fent van a Hargitán, voltunk az 1000 éves határnál, hogy csak így néhányat említsek, ami most így hirtelen eszembe jut. Fontosnak tartotta, hogy a diákok ne csak Erdély tájait nézzék meg, hanem a helyi emberekkel is találkozzanak. A diákok az osztályomból a helyi fiatalokkal fociznak, illetve malomjátékot játszanak. Nagyon fontos volt a számunkra, hogy ne csak a tájat nézzük meg, hanem a helyi emberekkel is találkozzunk. Számomra mindig ilyen nagyon erős élmény az itt Erdélyben, hogy mintha azok a magyarok, akik itt laknának, még magyarabb magyarok lennének sokszor, mint mi, vagy így példát adnak nekünk a magyarságban. És így fontosnak tartom azt, hogy a diákjai milyen emberekkel találkozzanak, már másokkal is találkoztunk, az 1000 éves határnál például Deáki Andrással, ő tartott nekünk ilyen rendhagyó történelem órát, és itt pedig egy közös játékra, beszélgetésre kerül sor a fiatalok között. Korbuj Kristóf, a budapesti Piarista gimnázium tanulója elmondta, szeretné megtanulni a kültős kalácskészítés néhány fortéját. 11-es vagyok, a Pestről jöttem a Piarista gimnáziumból. Most egy pályázatot nyert meg az osztályunk, úgyhogy egy 5 napos túrán vehetünk részt így osztályszinten Erdélyben. Most 2 szállásunk van, azt hiszem, és körbejárjuk az osztály számára a legérdekesebb helyszíneket. Otthon szoktunk egyébként kültőskálcsot sütni parázson, de valószínűleg nem ilyen színvonalon, úgyhogy mindenképpen meg szeretném próbálni, és meg szeretnék tudni pár trükköt, hogy ezt hogy lehetne hatékonyabban csinálni otthon. Bartis Hajnal, a Paláska kültőskalács tapasztalt sütője elmondta, a napi rekordja már az 1000 kültőskalácsot is meghaladja. A munkáját nézve ezt el is lehet hinni, hiszen nagyon gyors és tapasztalt mozdulatokkal nyújtja, vágja és tekeri fel a tésztát. Ez minden a tésztától függ, hogyha véletlenül nem teszünk sót bele megfelelő mennyiséget, akkor le tud szakadni a kalács. Meg hogyha igen húzod is, az is befolyásolja, meg ilyenek. Több ember próbálkozott már a tekerésre, de mindenkinek nem jött össze. Cégnél egy páran vagyunk, aki úgy tényleg a rekordot megdönti, mert ugye fiatalok is próbálkoznak, van akinek úgy egyből megy, van aki idősebb korosztály is, van akinek hát változó. Na de rá kell érezni, meg szeretni kell az egész mindent úgy szeretni kell. A közös program sikerrel zárult, a diákok jól érezték magukat, új emberekkel ismerkedtek meg, a sportversenyek és a közös kültős kalácskészítés közelebb hozta őket, és ez egy örök emlék tud maradni.